Akkor részemről. Szervusztok, Czakó Krisztián vagyok a Linux Akadémiától. Én ma hozzátok egy viszonylag új témával jöttem, bár az újdonság ereje talán szeptemberben volt. Az nem nagy újdonság, hogy Linux Active Directory környezet volt nehézkesen megoldva, amin a Kerberos egyébként egy jó megoldás és segít. Csak nem volt meg az a rendszer, amivel a Windows-os munkállomásba bejelentkező felhasználó megkapta a megfelelő hitelesítési adatokat. Tehát lehetett, csak mindig újra meg újra be kellett lépni, szerencsésebben ugyanazzal a jelszóval, de hát. És az egészben még ott van a DNS. Tehát ha valaki, ki az, aki jobban ismeri az Active Directory-t, ugye a technikai felépítését, páran csak, akkor annyit kell tudnia az Active Directory-ról, annyit mindenképpen, hogy az eddig elhangzottak mellett. Tehát, hogy van egy LDAP címtár, van egy Kerberosos hitelesítőrendszer, van még egy DNS része is, és vannak még sok-sok része, csak a lényeget próbálom mondani, mert még a szerepkörök és hasonlók, de hogy van még mellette a DNS, és a Domain Name Service egy nagyon lényeges része az egésznek, ugyanis ott a DNS-be van leírva az, hogy milyen szolgáltatások hol vannak, milyen szerveren, milyen porton érhetők el. Kerberosnál is egy lényeges dolog, tehát a Kerberosnál is elengedhetetlen a jól beállított DNS. Megszűnt a Windows Name Service, mint lényeges rendszere a szolgáltatásnak, ugye az NT alapú doméneknél Windows Name Service és broadcastes szörnyűségek helyett gyakorlatilag az IP alapú Domain Name Service jött be. Na most ezt menedzselni kell. Tehát amikor egy domain, egy tartomány vezérlő hozzákerül a tartományba, azt menedzselni kell, és ezt kompletten a DNS-t beépítették, és annak is rendben kell lennie. Tehát nem működik az egy Active Directory-s környezetben, hogy én majd saját is bindommal, vagy DNS maszkúval, vagy ki mivel szereti, menedzselgetem a DNS-t. Az Active Directory-nak kell a DNS-t menedzselnie. Ahhoz, hogy jó, vagy persze csinálod kézzel, csak akkor minden alkalommal kézzel beleírni azt, amit automatizálna maga a rendszer. Ez is egy nehézsége volt az integrációnak. És akkor még apró a tortán, nem a hab, az már gyakorlatilag a gyertya, ezek a szerepkörök. Kiváló. Egyre jobb. Biztonsági rendszer, oké. Nem baj, a lényeg azért látszik. A szerepkörök az Active Directory-ban, ezek vannak, több is van belőlük. Ugye a különböző szolgáltatásoknál a címtár, vagy a cím tartomány kiosztások, ugye hogy mondjam ezeket értelmesen magyarul, nem tudom értelmesen magyarul mondani. Mindegy, tehát megvan az aktív, ugye az, hogy milyen a user ID-k, csoport az azonosítók, az egyedi azonosítók, tehát azok a SID-ek, különböző SID-eknek a kiosztása, a címtárak kezelését egyetlen gép tudja elvégezni, mert megint ugye az Active Directory egy újdonsága volt, most már 10x évvel ezelőtt, hogy nincs PDC meg BDC, nincs olyan, hogy Primary Domain Controller, egyenrangú domain controllerek vannak, és szerepkörök, amelyből van néhány darab, ebből a néhány szerepkörből van bármelyik szerveren lehet, de egyen kell legyen, és ha ezt nem kezeled a Linux oldalon, akkor nem fogod tudni megint csak a tartományt kezelni. Ez persze igazából akkor érdekes, ha domain controller akarsz lenni, de itt a Samba 3 megint nem volt egy működőképes alternatíva. És hát persze eddig arról beszéltem, hogy miért jó az Active Directory, illetve hogy miért jó, hogy milyen, és ez nem egy Microsoft előadás itt, nem őket akarom népszerűsíteni, sőt, kifejezetten nem. De hát jogos az a kérdés, hogy mi a fenének ez nekem, amikor tök jól meg vagyok a Samba 3-mal is, nem akarok AD-t, de hát a probléma az ugye az egyik alap, hogy Windows 7-nél már csak registry hacker, és 8-nál szintén, ahhoz, hogy egyáltalán együttműködjön, és az igazán fő probléma ez, hogy sok helyen van már AD. Itt az előbb ugye föltettem a kérdést, és igen szép számban emeltétek a kezeteket arra, hogy igen, Active Directory van a hálózatban. És itt nincs más. Most már nem az a kérdés, hogy be akarom-e vezetni az Active Directory-t, hanem az, hogy meg tudom-e oldani azt, hogy egy Linux rendszerem is egyenrangú
szerverként működjön egy Active Directory-s környezetben. És erre lehet egy megoldás a Samba. A másik jogos kérdés, hogy nem túl új ez a Samba. Szeptemberben jelent meg a stabil verziója. Szeptember óta én nem egy aktív helyen használom. Akkor voltak gyerekbetegségei, és nem mondom most se, hogy hibátlan, de a gyerekbetegségeit kijavították, és több helyen stabilan, kipróbáltan működik, megbízhatóan teszi a dolgát. Nagyon szépen lehet akár migrálni is rá az Active Directory-t, tehát nem csak bele tudod tenni egy meglévő AD-s környezetbe, hanem a komplett AD-t tudod rá migrálni. Gyakorlatilag ki lehet venni a hálózatból a Windows szervert szabályosan. Tehát szabályosan, ha valaki ismeri DC promóval, ki lehet léptetni a Windows szervert a hálózatból, akkor, ha a szerepköröket átadtad a Samba 4-nek. Át tudja venni. És persze fordítva is. Na. Mit tud akkor a Samba 4 egy pár szóban tömören, mert rettentő sok dolgot. Alapvetően újra implementáltak benne mindent, ami egyébként a Linuxon eddig is volt. Jogos a kérdés, hogy mi a francnak egy Sambába Kerberos, mi a fenének a Sambába DNS szerver? Ennek van egy tök egyszerű válasz, nem kell, de hogyha kényelmesen akarod csinálni, akkor tök jó, mert nem kell neked még külön a Kerberos beállítani, ugye kollégák itt megerősítették, hogy nem egy egyszerű feladat, nem kell külön a DNS replikációval foglalkoznod, mert hát valószínűleg véletlen lehetett, egész biztos vagyok benne, hogy a Microsoft csak figyelmetlenségből hagyta figyelmen kívül azt, hogy létezik már zónatranszfer és hasonló a világban, és újraimplementálta a DNS replikációt. Ez véletlen volt, nem? Tehát elfejtettek szólni neki, gondolom. Nem tudom, mindegy, tehát ugye az Active Directory-ban a DNS replikáció teljesen egyedi módon van megoldva. Most vagy megírod ezt a bindhoz is, és akkor bindhoz, vagy megcsinálták a Sambába azt, hogy szolgálja ki a zónákat DNS-sel. Kezeli ugye a felhasználói replikációkat, kezeli a szerepköröket, tehát át lehet adni neki a különböző szerepköröket, ezeket át is tudja venni, és tudja az adott szerepkörnek a mester szerepét eljátszani. Menedzselhető az ERSAT-tal. Nem teljes mértékben, tehát itt félreértés ne essen, de tudod menedzselni a felhasználókat, csoportokat és csoportházirend, illetve a különböző házirendeket. Hát most ez csoport vagy gépházirend, ugye egységesen általában csoportházirendről beszélünk. Ezeket tudod az ERSAT-tal menedzselni. Nem fogsz tudni az ERSAT-tal menedzselni megosztásokat, azt ugyanúgy a Samba Config-ban veszed föl. Nem fogsz tudni menedzselni még egy csomó minden mást, a DNS-t is tudod menedzselni egyébként. Tehát a felhasználók, csoportok, csoporttagságok, DNS, Kerberos, ezeket tudod menedzselni, vele meg a szerepköröknek megfelelő dolgokat. Az ERSAT segítségével, ugye ha valakinek ez az ERSAT nem mond semmit, ez a Remote Server Administration Tool, ez a Microsoftnak a saját Active Directory Server Management szoftvere. Ez teljesen ingyen és bérmentve, már ha Windows-t vettél, bármilyen Windows-ra letölthető. XP-n még nincs, XP-n valami régi, mert én nem ismerem az XP-s környezetet, azt sose tanultam meg, kimaradt az életemből, de hogy ott is létezett valami ennek megfelelő szoftver, Windows 7-esen és 8-ason már ERSAT-nak hívják. És persze a mai modern Windows szervereken is, de hogy sima Windows munkállomáson működő szoftverről beszélek, amit majd megmutatom itt az URL, de a Microsoft honlapján is kis keresgéléssel meg lehet találni, és egy egyszerű update-ként lehet tölteni. És akkor ezzel tudod menedzselni, és szó nélkül szobál, tehát gond nélkül szobál a Sambával. Samba 4-essel. Menedzselhető parancsorból részlegesen. Tehát sok minden a Samba, van egy Samba Tool nevezetű szoftvered, ezzel nagyon sok mindent meg tudsz csinálni, nem mindent. Nem tudod megcsinálni, nem tudod menedzselni kényelmesen jól a csoportházi rendeket. Bár ha valaki nézte már, hogy a csoportházi rend valójában hogyan is van tárolva, ezek XML fájlok. És ezek az XML leíró fájlokat VI-jal is lehet szerkeszteni Unix alól. Tehát lehet csoportházi rendet szerkeszteni hagyományos Unix-os metódussal, nem biztos, hogy célra vezető. Tehát ott azért az ERSAT egy hasznos eszköz, de felhasználók felvétele, csoportok, tehát felhasználók kezelése általában, csoportok kezelése, a DNS kezelés, meg a teljes domain provisioning, ezek működnek
parancsorból Linux-alól a Samba tool segítségével. Aztán ami érdekesség a fájrendszer jogosultságok. Itt majd lesz egy érdekesség, ami visszalépés, vagy előrelépés, vagy inkább az egységesítés felé, de a lényeg az, hogy erősen épít a POSIX ACL-ekre, de hát mindenki tudja, hogy a Windows-os környezetben való jogosultságoknak hát maximum ilyen távoli köszönő viszonyban, de még lehet, hogy abba sincs a Windows-os környezetben használt, meg a Unix-os környezetben használt jogosultságoknál, míg ugye itt access listák vannak, és külön kezelem a POSIX ACL-eknél azt, hogy mi az adott mondjuk könyvtárnak a jogosultsága, és mi az örökölt jogosultság. Ha valaki már ACL-ezett, tudja, hogy ez két külön dolog, addig a Microsoftnál ez egyetlen dolog, és csak egy bit az, vagy bit, mindegy, egy opció, hogy ez öröklődjön vagy se. Ugye ez az bizony öröklődést meg lehet szakítani. Míg a Unix-nál, vagy tehát a Unix-os világban, a Linux-nál is ennek megfelelően teljesen külön ACL-t állíthatsz be az öröklődésre. Sőt, kell is beállítani külön ACL-t. Túl sokat beszélek, akkor elmegy a kép, figyelmeztet, hogy lépni kéne tovább. Ennek megfelelően a Samba 4-ben azt a megoldást választották, hogy ami jogosultság leképezhető POSIX ACL-re, azt leképezi a Samba POSIX ACL-re, és leteszi a Linux file rendszerbe, ami pedig nem, azt extended attribútumokban tárolja, feltéve a file rendszeren bekapcsoltad, de célszerű mind a POSIX ACL-t, mind az extended attribútum támogatást a file rendszerben bekapcsolni. Ha ezt bekapcsoltad, akkor utána ezt a Samba 4 ebbe le tudja tárolni. Tehát amit egy Windows-on beállítasz, mondjuk egy tartományi rendszergazdaként, vagy egy sima felhasználóként is jogosultság, azt a Samba vissza fogja tudni adni, és el fogja tudni tárolni. Linux-os file rendszerben nem fog érvényesülni. Csak az, ami POSIX ACL-be leképezhető. Na oké, hogyan működik ez, és honnan a fenéből szerezzél Samba 4-et? Ha megnézed az aktuális szerver célú Linuxokat, legyen az az aktuális Debian, ami nemrég jelent meg, vagy az Ubuntu-nak az LTS kiadása, vagy CentOS, vagy tehát tök mindegy melyik, ezekben nincs még stabil Samba 4-es. A most nemrég megjelent Debianban is sajnos valami Alpha vagy RC, nem tudom már melyik változat került bele, az Ubuntu LTS, tehát a 12.4-es LTS-ben pedig valamilyen Alpha verzió van. Én a leghasználhatóbbnak per pillanat, ami csomagból ilyen Debian jellegű rendszeren, konkrétan az Ubuntu LTS-en elérhető, az az NTA csomagtárolójából származik, ugyanis az NTA, ha valaki nem ismerné, van a hasamon is, az egy Ubuntu LTS alapú kisvállalati szerverrendszer, grafikus, ilyen webes, klikkelgetős felülettel kifejezetten olyan rendszergazdáknak készül, akik nem annyira vannak otthon a Linuxban, de szeretnének vele gyorsan rendszert csinálni, és a szeptemberben megjelent verzióban, frissiben, ropogósan ott volt a Samba 4, és azóta is frissítik a csomagjait. Úgyhogy ezt a tárolót ezzel az egyszerű parancsal, ha ismered az Adapt Repository-t innen, az NTA 3.0-nak a PPA-s tárolójából könnyen föl tudod tenni. Nem az álmaim csomagja, a teljes Sambát a per opt Samba 4 alá telepíti, de legalább csomag. Nyilván én biztos vagyok benne, hogy a 14.4-es Ubuntu LTS szerverben, ami meg már nem egészen egy év múlva várható megjelenése, ott lesz a stabil Samba 4 Debiannál, erre ugye még valószínűleg éveket kell várni, ismerve a kiadási ütemeket, de backportos tárolókban előbb-utóbb ott lesz. Én a jelenleg elérhető csomagtárolókból Ubuntu esetén minden esetre ezt a csomagtárolót találom a leghasználhatóbbnak, azért, mert ez egy olyan vállalati környezethez készül, ahol fontos az, hogy egy jól működő rendszer legyen. Nincs szépen FHS szabványoknak szerint felosztva az USR, RTC, stb. Alá a Samba, Simlinkekkel vissza van téve a megfelelő helyre, de alapvetően a per opt Samba 4 alá megy, erre érdemes odafigyelni, hogy ott megfelelő hely is legyen számára, illetve az általa ott tárolt csoportházi rendekre és hasonlókra, de legalább használható. És nem kell forrásból telepíteni, fölteszed, update, install, és működik. Nagyon egyszerű módon lehet DC provisioning-et csinálni, akár egy önálló saját tartomány létrehozásával, akár
úgy, hogy meglévő tartományba lépteted. Erre néhány példa. Nem mondom, hogy rövid ez a parancsor, de ha megnézed, akkor gyorsan, egyszerűen átszaladva azon, hogy mi van, nyilván a sudú csak a rútjogosultságok miatt, tehát a szamba túllal tudod megcsinálni, domain provision a parancs. Az első variáció egy önálló domain elkészítése, mind a kettő önálló domain, csak a kettő között van egy lényeges különbség, itt a server role DC, tehát hogy ő egy DC, és nem additional DC, tehát lehetne a szerepkör egy additional DC, tehát további tartománykiszolgáló, és akkor lépteted be. Másikba a Kerberos realm-et adom itt, meg ugye a realm-el, de amúgy a minus-minus help megmondja a legtöbbet, ha pedig interaktív módba futtatod, megkérdezi, hogy mit, hogyan csinálj, mi legyen a domain neve, az admin jelszó, ez az adminisztrátor jelszó, automatikusan létrehoz egy adminisztrátor nevű felhasználót, server role-t már mondtam, ha akarod az LDAP admin jelszót külön megadod, és akkor tudod az LDAP-ot külön menedzselni, ha nem adod meg, csinálj random jelszót az LDAP-nak, és nem akarod külön menedzselni az LDAP-ot. Ebben a variációban, így az egyszerű módban, automatikusan a belső beépített Kerberost és DNS-t használja. Alternatív lehetőség ez a másik variáció, itt még annyival van bővítve, hogy a host IP-t is megadom, ezt akkor érdemes megadnod, hogyha több IP címe van a gépednek, több interfész, hogy az Active Directory-nál, amikor a DNS-be bejegyzi az IP címeid a gépednek, és fölveszi az SRV és egyéb rekordokat, akkor csak ezt az IP címet vegye föl, a többit ne. Az igazi érdekessége ennek a sornak ez itt, ez a DNS Backend Bind 9 DLZ. Nagyon jól együtt tud működni a Bind 9-essel. Van a Bind 9-hez egy modul, egy shared library, amit a Bind-be tud tölteni, és ezen kívül ez a bizonyos DLZ, ez a Dynamic Loaded Zones, tehát dinamikusan betöltött zónák, a Samba, amit megkap az Active Directory-ből DNS, vagy ha ő ad vezérlő, amit ő benne kezelsz, DNS rekordok, azt kiteszi egy olyan adatbázis fájba, amit ez a Bind modul be tud tölteni, és a Bind-ba csak annyit kell mondanod, hogy a DLZ-s library, illetve a DLZ-s adatbázisban lévő zónákat töltsd be, és minden olyan domaint, ami ott van, betölt és kiszolgál. És akkor még megcsinálod azt, hogy egy másik bind, az már zóna transferrel kapja, bár nagy hasznát nem látom ebbe az esetben. Tehát ha kell valamiért neked a bind, nem elégszel meg a Samba beépített DNS-ével, akkor ezt szépen összehozták így, hogy bindba. És emellett a bindba lehetnek normál zónáid, tehát klasszikus szöveges zónafájllal konfigurált zónáid. Itt még egy plusz érdekes opció van, hogy az extended attribútumokat bekapcsolja, illetve az LDAP-ban RFC 2307-es szabvány szerint tárolja a felhasználói adatokat. Ez egyébként azt hiszem a default alapértelmezés is, ugye ez nagyon jó arra, hogy egyéb informált szolgáltatásokkal, klasszikus Linuxos levelező szerverrel jól össze tud hozni. Ha Ubuntu alatt csinálod, vagy bármi olyan rendszer alatt, ahol van AppArmor, ne felejtsd el, hogy a bindot, már ha a bindos variációt, a bindot AppArmorral védik. Tehát az Ubuntu alap rendszerében bind AppArmorral védve van, és nem fogja engedni a külső fájlok, shared objectek megnyitását. Az AppArmor, föl kell konfigurálni az AppArmort úgy, hogy a Samba által letett fájlokhoz hozzáférést kapjon. Jogosult legyen ezeket kezelni a bind. Időszinkron létfontosságú, ha valaki csinált már Kerberost. Azt tudja, hogy a Kerberosnak a tiketjei idő alapúak, ha nem jár jól az óra, legalábbis egyformán a munkállomáson és a szerveren, vagyis a szervereken, akkor gondod lesz az autentikációval. Erre a legegyszerűbb módszer egy NTP telepítése és az időszinkron fönntartása a hálózaton belül. Célszerű, hogyha az egyébként a valós időt is jól tükrözi, de a lényeg, hogy a hálózaton belül meg legyen az idő. Jó, ha megvan, akkor még a Kerberos keytabot szépen be kell másolni. A Samba a Provision-nél megcsinálta a saját könyvtáraiba a DNS keytabot. Ezt beteszed az ETC-be a megfelelő helyre, bemásoltad a keytabot. Nem kell Kerberost telepítened legfeljebb a kliens library-ket. Ezen felül még föl kell tenned, egyébként ott van a Sambában a libnss-nek a winbind modulja, mert winbind a usereid is lesznek. Ha az NS switch-be bekonfigurálod, hogy winbind-dal is keresse a Linuxos felhasználókat,
attól kezdve a tartományi felhasználók megjelennek a Linuxban, mint klasszikusan, tehát egy getent password szépen listázza a teljes tartományi felhasználó is, tehát gyönyörűen néz ki, ha valaki látott már password fájt úgy, hogy domain név, backslash usernév, a usernév, tehát klasszikusan Active Directory-san, akkor tudja, nekem amikor ez így először szembe jött, azt mondtam, mi van? Tehát, de hogy így van, de hogy ebből a domain rész nélküli felhasználóval be tudsz lépni a Linuxba. Ha belépsz, a PAM-ot megcsinálod, persze a PAM-ot Kerberosra, lehet PAM-ot WinBind-ra is tenni egyébként, de tök fölösleges. PAM-ot úgy kell konfigurálni, hogy a beléptetés Kerberosszal történjen. Ha így csinálod, akkor ha beléptél a Samba-s szerverre, egy olyan szerverre, ahol fut ez a WinBind-os, Kerberosos felhasználó autentikáció, abban a pillanatban Kerberos tiketje is van a felhasználónak, akivel beléptél, és jogosult minden szolgáltatáshoz. Működik a K-init, meg a jelszós védelme a gépemnek. És tudsz további tiketeket kérni más felhasználóra. PAM-ról beszéltem, hogy ezt be lehet állítani. Ugye DNS az rendben, felhasználók és csoportok kezelése, Samba túlról pár egyszerű példa. A Samba túl a felhasználó létrehozása, user, add, felhasználó név, mondjuk egy teszt felhasználó felvétele, ennyi. És nem a Linux rendszerbe veszed föl, nem kell LDAP-pal küzdened, hanem egyszerűen a Samba túllal egyszerűen fel tudod venni. De majd egyszer mondom, ha az ERSAT-tal vagy bármilyen más Active Directory Management módszerrel felveszed az AD-be a felhasználót, az is működik. Akkor is, ha nincs Windows-os szerver. Tehát a Linux-os szerverre kapcsolod rá az ERSAT-ot, a Samba 4-re, az is föl fogja venni a felhasználókat, vagy így is. Ugyanaz az eredmény, ugyanazt a adatbázist fogja kezelni neked. Samba túl group ad, csoport hozzáadás, megint egy nagyon egyszerű, és ad members group, ez a közös csoportba beteszi a teszt felhasználót. Tehát ilyen egyszerű parancsokkal tudod menedzselni a felhasználókat az Active Directory-ba. És persze, ha ez egy mondjuk additional DC-ként beraktad az AD-be, amit itt fölveszel, az megreplikálódik vissza a Windows-os Active Directory szerverre is, ha éppen van olyan a hálózatban. Tehát szépen megy oda-vissza. Ami nem megy, ami még egy kicsit nekem fájó hiányosság, az a csoportházi rendek replikálása. Tehát a felhasználók csoportok DNS replikációval nincs gond, csoportházi rendek nem replikálódnak pillanatnyilag, a Sambára az még nincs meg benne, tehát arra oda kell figyelni, hogy olyankor azt kézzel kell replikálni, de ugye gyakorlatilag egy komplett könyvtár struktúra másolásáról van szó. Ezt, ha két Sambáról beszélsz, akkor AirSync-kel vagy valami más technikával meg lehet oldani Windowsról is, tehát Windowsról is van nagyon jó AirSync szerver és kliens is, amivel meg lehet oldani. Tehát nem megoldhatatlan, ez egy kicsit még a macerás kategória. Remélem előbb-utóbb ezt is megoldják. A DNS is, DNS kezelése is ugyanúgy megy parancsorból, hasonló módon, DNS zone create, és akkor létrehozok. Itt ugye a zone create után az, hogy melyik szerver, itt a szerver nevét adom meg, a domain controller nevét, itt egy zóna, itt mondjuk az ntr.hu domaint így adom hozzá. Ez a -k1 a végén az, hogy használjon Kerberos, tehát nekem már van egy Kerberos ticketem, akkor ne kelljen már még egyszer autentikálnom a parancsorból sem. Hasonló módon itt egy www.a-rekordot ad ezzel az IP címmel hozzá, itt meg letörli ugyanezt. Tehát ilyen egyszerű parancsokkal manipulálod, vagy illetve kezeled a DNS-t is, és ennek a replikálásával sincs különösebb probléma. Na, igazán érdekes újdonság és változás a Samba 4 esetében, viszont a beállításoknál fog következni. A Samba 4 konfigurációja megszólalásig ugyanaz, mint a Samba 3. Tehát ha eddig tudtál Samba 3-at konfigurálni, akkor nagy nehézségeid nem lesznek. Hasonló felépítése van az egész rendszernek. Nyilván lesznek benne olyan plusz új opciók, amik a Kerberosra, DNS-re és egyéb ilyen dolgokra vonatkoznak. Ez viszonylag jól van dokumentálva, bár maga a Samba 4 borzalmasan van dokumentálva. Tehát a dokumentáció az egy tragédia pillanatnyilag a Samba 4-hez szerintem. A
lényegesebb a megosztásoknál, ami különbség van. Megszűnt a felhasználói jogosultság kezelés a Samba config szintjén. Ha valaki ismeri, gondolom ismeritek a valid users, meg kukaccal, ugye csoportnévre való jogosultság meghatározást, hogy most hozzáférhet-e egy megosztáshoz, vagy nem. Nem létezik. Megszűnt, felejtsd el, be lehet írni, nem köpködi meg, de a működése hát nem igazán kiszámítható, illetve többnyire nem működik, nem hat, nem úgy hat, ahogy te azt szeretnéd. Valamiért benne felejtették az opciót, és nem köpködi meg a Samba, de nem szabad használni. Ehelyett egyszerűen a POSIX ACL-ekkel fájrendszerben megadott jogosultságok el fogják tudni dönteni azt, hogy jogosult hozzáférni valamihez, vagy nem. Ez gyakorlatilag ugyanazt a működést hozza, mint egy Windows-os szervernél, hiszen ott sem a megosztás jogánál állított be azt, hogy ki férhet hozzá, hanem a megosztott könyvtár jogosultságai múlik itt is. Itt is tudod azt csinálni, hogy belépsz egy tartományi rendszergazdaként, és a megosztáson belül jobb gomb tulajdonságok, jogosultságok a Windows-ból egy tartományba léptetett gépen, és ott utána tudod állítani a jogokat, és ez fog érvényesülni. És mivel a Samba letárolja az egyéb jogosultságokat extended attribútumokba, az is érvényesülni fog. Tehát így kell a jogosultságokat megcsinálnod, elfelejteni a valid users-t. Elfelejteni a Homes megosztást. Ismerős ugye mindenkinek Samba 3-ban, Homes nevű megosztás, automatikusan a felhasználó saját login nevével létrejön egy megosztás. Létrejön a Samba 4-ben is. Tehát be tudod tenni a Homes megosztást, be tudod tenni a valid users-t, de hogy boldog-boldogtalan hozzá fog tudni férni. Tehát nem működik, elfelejteni, a Windows-os logikával lehet dolgozni, mondjuk csinálsz nem Homes néven, oké? Okay? Tehát a Homes néven létrehozza ugyanúgy a Samba 4 a felhasználónkénti megosztásokat, és csak zagyvasság lesz belőle, nem szabad. Csinálsz mondjuk users néven egy megosztást, ahol megosztod az összes felhasználó Home könyvtárát tartalmazó könyvtárat a Linuxból, és utána az egyes felhasználóknak a könyvtárainak a jogosultságait állítod be úgy, hogy ahhoz csak a felhasználó férhessen hozzá. És amikor megadod a felhasználó jellemzőinél, mondjuk az ERSZAD-ban a felhasználó menedzsmentbe, hogy milyen mappát csatoljon föl, akkor a users megosztásnál per user név, ugye a százalék user név, tehát beírható változóval általánosan, azt csatolja föl. És azt tudod, akkor azt egy megosztás alkönyvterát tudod mondjuk H vagy BAT, ami milyen betűként csatolni Windowsra. Így kell csinálni, nem szabad használni a régi Homes-os variációt. Létre is hozza egyébként az ERSZAD, hogyha hozzáfér ez a megosztáshoz rendszergazdai szinten ezeket a könyvtárakat, de azt nem tudom miért, erre még mindig nem jöttem rá, az ERSZAD elcseszi a jogosultságokat. Az ERSZAD, amikor fölveszi a usert, fölveszi a file serveren, beállítja a felhasználó home könyvtáron a jogosultságokat, úgy állítja be, hogy boldog-boldogtalan hozzáfér. Lehet, hogy ez csak az én tudás hiányom a Windows-os adminisztrációs programoknál, hogy nem bírtam rávenni arra, hogy ne ezt tegye. Ez, ha valaki Windows-ban járatosabb, majd világosítson föl engem is, hogy lehet az ERSZAD-ot, meg a felhasználó menedzsmentjét meggyőzni arról, hogy amikor létrehozza a felhasználói home könyvtárat a file serveren, akkor a jogosultságait legyen szíves meg úgy beállítani, hogy csak a felhasználó férjen hozzá. Jó. Oké, okay, kötelező az ACL és az NT jogok pedig az extended attribútumokban vannak, ezt már nagyjából mondtam, és akkor az ERSZAD az itt ezen a címen érhető el, ez ilyen tipikus az Microsoftos URL, details ASPX ID 7887. De hogy meg lehet találni a Microsoft oldalán, tehát ez egy standard, a standard ERSZAD frissítőcsomagot kell letölteni, ez speciál pont a Windows 7-esnek a letöltése, Windows 8-hoz megint más kell, XP-hez meg nem ERSZAD van. Úgyhogy ennyi fért bele most itt a mai napba, ebben a 40 percben, ami itt volt a Samba 4-ről. Igyekeztem neked egy olyan képet adni róla, ami átfogó, és hogy lásd, hogy merre és hogyan tudsz ebben elindulni. És ha tovább akarsz lépni, akkor jó szívvel tudom ajánlani neked, a Linux Akadémiánál van egy ingyenes videó képzés sorozatunk,
ami a szamba alapjait megtanítja neked. Ezek a parancsok is, amik itt fölkerültek részben, megtalálhatók benne. Odáig eljutsz ezzel a videótanfolyammal, hogy egy működő szamba 4-es rendszered van, itt ezen a címen tudsz regisztrálni. Írd föl, ugyanis ez nincs kint a honlapunkon. Tehát ez eddig nem volt elérhető, ez az anyag, ez a mai naptól elérhető, úgyhogy ezt nektek hoztam itt ajándékba. Úgyhogy ennyi, ami a mai anyag volt. A pár szót szeretnék azért magunkról is szólni, mint Linux Akadémia, ha valaki még esetleg nem hallott rólunk. Általában hozzánk azok jönnek tanulni, akik szeretik az azonnal használható gyakorlati tudást, mert nem nagyon van általában idejük túl sokat tanulni, de hát itt az előző előadásban is nagyon szépen elhangzott, hogy ez egy probléma a rendszergazdáknál az idő. Sőt, én azt tapasztalom, hogy sokszor az is probléma, hogy a munkahely nem fizeti a képzést, sőt nem fizeti, nem engedi el a rendszergazdát munkaidőben tanulni, oldja meg ezen kívül. Ezért mi azt választottuk, hogy olyan anyagot csinálunk, ahol bármikor, bárhol a saját tempóban tudsz tanulni, ezek a videós oktatóanyagok. Ezek szépen sorban kerülnek most föl a weboldalunkra. Ez most az első ilyen, ami így számodra elérhető lesz, és majd jönnek még továbbiak. És pont azt tettük, amit itt az előző előadásban is elhangzott, mi a magunk saját logikája szerint, de összeszedtük az internetről az elérhető értelmes tudást, összeraktuk egy valóban működő, kipróbált anyagba. Mi is ugye kifejezetten gyakorló rendszergazda szakemberek vagyunk, tehát ez alapján, a saját gyakorlatunk alapján raktuk össze ezeket a tananyagokat, nem kell azzal bajlódnod, hogy keresgélj, hanem azonnal működőképes dolog lesz, és egy jó részét ingyen eléred nálunk. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmedet, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Ha van még időn kérdésekre, Immelámmal, oké? Akkor jöjjenek még a kérdések, ha van valakinél.